Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kulturális és Sport Egyesület szakmai napjának kerek évfordulóján izgalmas előadásokkal készült a természet szerelmeseinek. A 10. konferenciát Bődi Károly Alsó-dobsza polgármestere nyitotta meg, aki fontosnak tartja a társulat munkáját, hiszen azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a Hernád folyó természeti kincseit feltárják, megóvják és mindezt közvetítik a fiatalok felé. A célja elsődlegesen, egy érdekes dolog, elsődlegesen a gyerekeknek a bevonása. Tehát a gyerekeket a természet szeretetébe, szépségének megismerésébe, a madárvilág, állatvilág megismerésébe próbáljuk bevonni, hogy pici kortól, már iskolás, óvodás korban is ezzel foglalkozzanak, ismerjék meg, madarak fák napja, meg amit el lehet képzelni évközben is, ilyen rendezvényeket tart az Egyesület, az önkormányzattal karöltve, és de ez a lényeg, hogy ténylegesen a falusi gyerek legyen falusi, ismerje meg a mai falut. Az Egyesület missziójának tekinti a természetvédelem, környezetvédelem segítését, ezért kiemelt figyelmet fordít az állatvédelemre. Berecki Attila, az esemény szervezője, fontosnak tartja a helyi természeti értékek bemutatását, ezért nem csak Alsó-dobszán, hanem a környező településeken is szokott oktatást és ismeretterjesztést szervezni, lebonyolítani. Vegyes a célközönség, faluból is jönnek, jönnek messzebbről is, szoktak egész messziről is jönni. Vannak szakmabeliek, vannak kevésbé szakmabeliek, úgyhogy úgy vannak a előadások is összeállítva, hogy nem túl tudományos, hanem mindenki számára megérthető. Fontos a helybeliek számára, meg a környéken élőknek is, hogy a Hernád milyen természeti értékeket rejt. Ezért akartuk ezt a mai napot kizárólag a Hernád folyóra összpontosítani, hogy azt mutatjuk be. Minden előadás témája szinte az lesz. Korábbi előadások kis hasonló témákkal, csak vannak más tájegységek, amiket bemutattunk, de itt most a célközönséggel ezt szeretnénk a Hernád folyót megismertetni, meg a faluban élő emberekkel is, mert nagyon sokan nem tudják, hogy milyen természeti értékek vannak itt a környékünkön. Az idei összejövetelen a Hernád-völgy természeti és növénytani értékeiről, valamint a Hernád halfaunájáról tájékoztatták a vendégelőadók a megjelenteket. Az előadáson elhangzott, hogy a térségben különösen gazdag énekes madár és rovar fauna él. A folyó hal összetétele is változatos, többnyire az áramlás kedvelő fajok jelenléte a jellemző. A beszámolók közötti szünetekben a szervezők hangszeres zenés előadásokkal szórakoztatták a megjelenteket.